Na, sziasztok! Ugyebár én azóta nem nagyon játszottam vele, hogy komolyan, tehát küldetést nem csináltam. De mint látjátok, a térképet elég szépen így szóval a szigetet elfoglalom. Ugye el kell foglalni a rádiótornyokat, már itt megvan 5 darab, vagy 6, vagy mennyi. És akkor most mondjuk elmegyek ehhez, és így megszerzem a területeket. Most elsőnek, mivel útbe esik, inkább ezt elfoglalom, utána lesz a rádió toronynak a aktiválása. És akkor most ezt láthatjátok. A küldetéseket meg majd szerintem akkor fogom csinálni, hogy nagyjából teljesen elfoglaltam ezt az egészet. Ugye ez előnyös, mert nem támadnak, mert nem támadnak meg, ugye a saját embereim járőröznek, meg ilyenek. Ja, meg hát közben csináltam magamnak ugye a táskákat, fegyvereket szereztem meg így, meg minden ilyen szart. Ó, nocsik. Ezt figyeld. Azt nézzük meg, hogy ezzel át tudok-e repülni. Hát, hoppá, hát kénytelen leszek. Ezzel megvolnánk. És ott is van a kis táboruk. Megpróbálom csendben intézni őket, ami úgyse fog menni. Mert ugye lelövöm azt, akkor már egyből mindenki meg lesz bolondul, hogy jaj, mi van? De baszak, miért lő mellé? Legalább most látjátok, hogy olyan tűz lesz, bazd meg. Ezek szerintem túl sokan vannak. Nem így gondoltam az egészet. Ah!
gyalogosan, mert nincsen több ilyen szarom. Ez érdekes, hogy mennyien vannak. Na, és akkor ilyenkor ugye elfoglalja a területet, hát nem így akartam ilyen szarakodva, de most már így sikerült. Ilyen lépne mix fel. Na, bocsánat. Szoktam csinálni néha ezeket a szarokat, ugye itt most egy cigist kéne elkapnom. De először is meg kell szereznünk ezt a szartornyot. Viszonylag jó vagyok már, mert egy út közben senki nem fog megtámadni, mert ugye elfoglaltam. Mászik fel. Na, azért mondom. Na meg hova kell menni, bazd meg? Állj a kurva anyádat azt! Nem én szarul van megcsinálni az összes tarony, és mi van ilyen rossz állapotban. Kurva remek. Addig leállítom. Na, feljutottam nagy nehezem. Ahogy könnyű volt.
ugye most már akkor így ezt a területet is látjuk, hova az ott elég erősnek tűnik. Szóval szerintem az lesz, mivel itt mellettem már nem tudok menni sehova, ezért erre fele elkezdek így jönni le, és itt foglalom el ezeket a cuccokat. Viszont kéne vadásznom, vadászni kell arra hüzére, cápára. Csak kurva nehéz, nem tudom rá kéne jönni valahogy, mondjuk itt elég sekély a víz, hogyha jól látom. Hát figyelj, legyen az most, hogy cápára megpróbálunk vadászni, elmegyünk ide. Na ez a vezetési stílus, hogy meg is döglöttem. Na elfelejtettem elindítani, de nem csináltam semmit, csak lejöttem ugye ide a vízhez, vagy víz közelébe, mert még nem volt. Jújj, bazd meg, ha megint meghalok ez miatt. Na, ez ügyes volt, bazd meg. És akkor... hát ez a víz se annyira... annyira... izé... mert ugye az a baj, hogy megölöm a cápát... hát hogyha jó... hogy megölöm a cápát... az egy dolog. De lesüllyed a tengerfenékre. Annál meg kiszedni, bazd meg, hú... ahhoz kell. Azt hittem az én hajómat vitték el. Na ott van egy. Figyelj, megpróbáljuk azt, hogy innen lelőm. Na ez jó, jó jártna, mert ott nem annyira mély a víz. Júj, hajó! Csak ebből a cápából is kettő kéne. Meg kéne még egy. Na, tessék, ott egy másik is. Na ez jó sikerült, azt hittem, hogy nem lesz ilyen közel. Mert eddig ahol voltam, mindig nagy közepébe bent voltak, az cső. Jaja, elég is ennyi.
Bár nem tudom, hogy valamihez még kell egy cápa cucc. De inkább felveszem. De hol öltem meg? Ja, ott. Azt hittem már nem akarja kisebb kibelezni. Pedig mindig jó, én ugye kell az élet. Ez a baj, nagyon meg van telve a táska. Nézzünk ide, hogy mi van itt, utána meg szerintem be is fejezem ezt a felvételt. Szóval arra el lehet úszni, akkor elúszok arra. Na, egy levegő. Bazak, ha megfullad. Elég szép hely, ugye? Hogy a picsába megyek ki innen. Hogy mégis. Most visszaúszok, ez egy dolog, baszki. Ja, itt az inda, jó. Már beszartam. Most honnan jöttem? Innen jöttem be? Ja. Itt beleestem. Ott meg kimásztam. Nem lehet kinyitni, na bazdmeg, visszajöttem habra. Még tudjátok, mit akartam? Szerintetek mit akartam? Igen.
zsíróskodjunk így a videó vége felé. Amúgy van ilyen cuccom. Igazából nem tudom, hogy milyen cucc az, ami miatt beoltom magamat, és akkor nem tűzálló vagyok. De mindegy, hát egész jó, mert itt legalább tudok sétálgatni a tűzbe. Na még terjed? Terjedjél már, mitől álltál meg? Na mindegy, akkor szerintem ennyi volt, majd még csinálok videót szerintem ebből, mert ez jó játék, ezt mindenkinek ajánlom. Na, sziasztok!